Az Einstein meg a shotgun története még 99-ben nyúlik vissza, akkor mutattuk be a hasfalmetszőket, és utána azt az utat akartuk követni, amit a hasfalmetszőkkel végül is kezdtünk, hogy pár szereplős film, egy-két helyszínen játszódó filmet csináljunk, ami alapvetően vígjáték. Szerettünk volna a horrortól végleg elszakadni, viszont pénzünk abszolút nem volt arra, hogy valami komolyabb költségvetésű filmet hozzunk létre, így jött az ötlet, hogy akkor legyen szintén egy vígjáték. Kiszabó Mártnak küldtem egy e-mailt, mert akkor éppen nem volt az országban, hogy írjon egy megolcsó könyvet. A paraméterek annyi volt, hogy legyen egy helyszín és öt szereplő. Ez egy keretes szerkezetű mű, hogy így mondjam, tehát egy keretes szerkezetű könyvnek született, még hozzá az elején és a végén a Mennyországban játszódik. Közben látjuk, hogy miért is kerültek ők a Mennyországba, de úgy oldottuk meg a dolgot magában a könyvben is és a filmben is, hogy ne lehessen tudni, hogy az elején a Mennyországban játszódik, tehát csak a két szereplőt látjuk. Mivel látjuk, hogy ők élnek, tehát beszélgetnek egymással, ezért nem gondolunk semmi rosszra, hogy akármi is történhetne velük a film folyamán. Csak miután megnéztük ezt az egy órát, ami a két mennyországos ugye, keret között van, akkor veszük észre, hogy ők már ugye a túlvilágon vannak, tehát mind a ketten elhaláloztak. Az is érdekes volt, hogy amit először elküldtem Zsoltinak az első forgatókönyv változatot, az eléggé más volt, mint az a változat, amiből forgatni kezdtünk, mivel az eleje eléggé statikus volt, ezért míg az első változat és a forgatási változat között eltelt két év, ez alatt a két év alatt azért elég sokat beszéltünk Zsoltival a könyvről. Volt két hetünk a film előkészületeire, hiszen munkahelyi, meg szabadságolási, meg egyéb gondok miatt egyszerűen mindenképpen a filmet meg kellett csinálnunk augusztusban, pontosabban augusztus 20-áig. Minimális pénzösszeg állt a rendelkezésre, tehát ilyen 100 000 forint, amikor elkezdtük csinálni az Einsteint, és gyakorlatilag nem volt más választásunk, mint hogy 9 napban maximáljuk a forgatás napokat, ami borzasztó kevés, tehát ez a 9 nap ez pont arra elég, hogy óriási kapkodás és rohanás legyen a dologból, de egyszerűen nem volt más választásunk, viszont mindenképpen szerettünk volna filmet csinálni, így elkezdtük csinálni. Augusztusban pedig beindultak a forgatások. A szereplő válogatás nem volt igazából könnyű. 99-ben úgy képzeltük el, hogy a Einstein meg a Shotgun párosa az ugyanaz lesz, mint a hasfalmetszők párosa, tehát Csanálosi Gábor és Nagy Gábor. Csanálosi Gábor játszotta volna Shotgunt, Nagy Gábor pedig Einsteint, és az akkor működött is volna, csak közben a dolgok azért megváltoztak. Tehát Nagy Gábor nem ért rá, illetve nem találtuk mégse annyira jónak erre a szerepre, Einstein szerepére. Csanálosi Gábor helyett pedig bejött egy új arc a képbe a Sorsában a Glória forgatása alatt, Hirt Gábor, aki nagyon meggyőző volt, mint Bamba a Glóriában, és úgy gondoltuk, hogy a Shotgun szerepe is jó lesz neki. Viszont nem volt Einsteinünk. Csanálosi Gábor nem akart kimaradni, így az egyik hippit elvállalta, viszont nem volt Einstein, és gyakorlatilag Beleznai Endrétől kezdve Vadon Jánosig, Janis Attilán keresztül mindenki képbe jött, hogy eljátsz Einstein, de egyik sem jött össze. Így gyakorlatilag a forgatás előtt két nappal megtaláltuk Jankovics Pétert, aki színjátszó, és akit gyakorlatilag mindenki ajánlott, hogy szerintük jó lenne erre a szerepre. Így a szereposztás végül is megvolt. Egy-két arc kellett pluszba. Hát a Fiát Marianna, aki a Glóriában szintén korábban már játszott egy epizód szerepet, ez majdnem ugye magától értetődő volt a Barbie szerepére. Csodálatos Gábor játszotta ugye hippit, illetve a blues szerepére kerestünk hirdetés útján is srácot, aki nagy örömmel vállalta a szerepet. Így a alapstáb megvolt, az epizód szerepekre pedig beugrottak Beleznai Endre, Janis Attila, illetve a stáb tagjai. Az első öt nap volt a húzós a film forgatása során, gyakorlatilag öt nap alatt vettük fel a házban játszódó jeleneteket. Ez úgy történt, hogy ugye keresnünk kellett egy helyszínt, és mivel a film ugye eleve alacsony költségvetésű és egy helyszínen játszódik, ezért azt szerettük volna, hogy ez a helyszín azért van annyira ütős, hogy önmagában meggyőzze a nézőt, meg nyújtson egy olyan látványt, ami ezért kielégítő. Ezért nem akartunk egy szimpla családi házat találni, hanem egy kicsit különlegesebb helyszínre vágytunk, és gyakorlatilag egy ilyen visszatérés volt a hasfalmetszőkhöz, hiszen ugyanazon helyen forgattuk le
a házban játszódó képeket, mint ahol a Hasfalmetszük játszódott. A néző lehet, hogy nem ismeri fel, mert a Hasfalmetszük idejében, 98-ban ez a ház teljesen le volt robbanva, lakatlan volt, nem volt gazdája, egy ilyen teljesen lerobbant ház, viszont azóta megvették, felújították, és egy ilyen vadászlakot csináltuk belőle, ami viszont már adott egy olyan milliót, ami illett a film sztoriához, tehát hogy ez egy gazdag családnak a háza. A tulaj belement abba, hogy ott forgassunk, és hirtelen összeállt ugyanaz a szituáció, mint ami a Hasfalmetszőknél volt. Tehát ugyanott forgatunk, kb. Annyi szereplővel, ugyanannyi nap alatt, és ugyanolyan nehézségek jöttek közben, mint ami a Hasfalmetszők forgatásakor. Tehát a történelem ismételte önmagát. Azokat a jelenteket, ami nem vitte már a cselekményt előbbre, hanem csak mondjuk ugyanazt a témakört járta körül többször, azokat kihagytuk a filmből. Ilyen volt például a blues felébresztésére szánt kísérletek, amiből egy került be a filmbe, a fürdőkádas rész. Volt még kettő. Volt egy olyan kép, amikor papírt tesznek a lábujjai közé és meggyújtják, volt egy másik, amikor egy WC fölé tartják és hasonlók. Ezek kimaradtak a filmre, egyszerűen nem volt már idő megcsinálni. Lehet, hogy jót tett volna a filmnek, de igazából plusz nem adott hozzá a sztorihoz, csak ugyanazt a témát járta körül. Illetve kimaradt még egy jelenet, ami egy akciójelenet lett volna a két főszereplő, Einstein és Shotgun a betörés előtt még elmennek egy házba, ahol összetűzésük támad három vagy négy gangsterrel, már nem is emlékszem, és tulajdonképpen ezek a gangsterek adják a tippet ehhez a betöréshez. De ez is kimaradt, egyszer nem volt idő megcsinálni. Belezna Jendre úgy került be a képbe, mint Cirmos Walter, hogy ő játszotta volna Einsteint, pontosabban erre a szerepre kértük fel, de egyszerűen mindenféle elfoglaltságai miatt lehetetlen volt őt lerángatni egy napnál tovább Dunajvárosba, így maradt neki a riporter szerepe, ami érdekes volt, mert hiszen mindössze pár órát töltött velünk a forgatáson, viszont a szerep végigkíséri a filmet, úgyhogy egyfajta főszereplő lett ő is a filmbe, és szerintem jót tett a filmnek, hogy a riporter is sokkal határozottabb karakter lett, mint ami meg volt írva. Tehát eredetileg úgy találtuk ki, hogy a riporter nem is látszik, tehát minden, ami a tévében hangzik el, az csak hang. És miközben szól a tévé, a szereplők arcát mutatjuk. Viszont így utólag nézve szerintem jót tett a filmnek az, hogy mutattuk a riportert, és hogy egy markáns, karakteres riportert találtunk, aki önmagában emelte a film humorát, és így a minőségét is remélhetőleg. Hát érdekesen tartom megemlíteni, hogy amikor a Cirmos Walter show készült, akkor gyakorlatilag úgy vettük fel, mint egy híradó anyagot, tehát a felvételek mint híradóként készültek el, és amikor megcsináltam rá a grafikát, és megcsináltam rá a zenét, akkor vettem észre, hogy gyakorlatilag a zene és a grafika egyfajta, mint show műsort vezet be. Tehát érdekes a stíluskeveredés, hogy mint a zenéleg és képileg egy show műsor, ám tartalmilag hírműsorként. Funkcionál. Köszönöm, Zsolti. Magának az első és a Shotgunnak az eleje, amikor a főnök meglátogatja Shotgunt, ez nem volt benne az első verzióban, hanem ezt a Hasfalmetszők második részének az elejéből tettük át ide, egy kicsit átírva. Tehát Hasfalmetszők második részében már nem fogjátok látni ezt a jelentet, mert ez itt lett leforgatva. A televízió és a média az egy olyan ablakként szolgált a világra, a szobában maradottak számára, amiből értesülnek a különböző információkról. Ezzel aztán a nézőnek is nagyon sok információt tudtunk volna közölni, hogy tudtunk közölni a televízión keresztül, és ez egy olyasfajta láthatatlan kézként is funkcionált, ami valamilyen szinten befolyásolja a szereplőket, egy kicsit mozgatja őket, megváltoztatja a köztük levő viszonyokat. Például amikor kiderül, hogy a rendőrök körbevették a házat, vagy amikor kiderül az, hogy a lottóhúzásnak mi az eredménye. Ez mind olyasmi, ahogyan a média, vagy nem is igazán a média, ahogyan a tévé, mint egy vagy az információ, mint egy láthatatlan kéz motiválja őket, mozgatja őket. Olyan dolgok kerültek bele a filmbe, amit én nem is írtam bele a könyvbe, és meglepetéssel néztem a premiéren az Alkaida zenekarnak a feltűnését a képernyőn, vagy a vásznon. Köszönöm, Mark. Ki kell találni azt, hogy miért is kerülnének ők be erre a helyre, és miért nem hagyhatják el a helyet. Mert tudod, ugye egy házban vagyok, akkor elhagyhatom a házat. Amikor kiderül a lottóhúzásnak a végeredménye, akkor hirtelen egy rókafogta csuka szituációban találjuk magunkat, mivel ugye
olyan, azok, akiknek semmilyen körülmények között nem szabad elhagyniuk a házat, a gangst, tehát a Isten meg a shotgun, ők nagyon-nagyon szeretnék elhagyni a házat. Azok, akik meg igazán nem akarnak kimenni, azoknak kellene elhagyniuk a házat. És ebből egy feszültség keletkezik, ami egészen a végén oldódik csak meg. Egy jelenetnek a felvétele közben soha nem úgy kell elképzelni a felvételt, hogy azt a színészek eljátsszák, és mi azt így felvesszük, hanem minden egyes jeleneten belül az összes kép különbeállítást igényel. Például a lottóhúzás jelenetnél, amikor kiderül, hogy megnyerték az 1 milliárd 300 milliót, akkor ugye elkezd örülni a shotgun, üti az asztalt, kiugrik az asztal mögül, akkor ott leállunk, bementünk az asztal mögé, előrébb húztuk az egész asztalt, majd azt onnan vettük föl, amint az Einstein mögül, hogy a shotgun örül és hívja az Einsteint, hogy Einstein, gyere ide! És például ez, vagy amikor a telefonál a fürdőben, a WC-ben a hippie, Csanálasi Gábor, ott például nagyon érdekes az, hogy mutatjuk felülről a Gábort, majd a shotgun-t pedig alulról a Gábornak a szemszögéből, vagyis a Gábor feje mellől, de mivel a kamera nem fért volna el a földtől, tehát a Gábornak a feje a földön volt, és a kamera nem fért volna el a földtől, ezért a Gábort föltettük egy olyan székre, ami persze képen nem látszik, de a kamerát így lejjebb tudtuk rakni, és a feje mellől tudtuk venni a snittet. Ez például érdekes dolog, hogy ez így készül. Amikor végérvényesen eldöntöttük, hogy Beleznay Endre fogja játszani a Círmos Waltert, akkor kellett neki találni egy nevet, és ja, mivel készült a grafika, a HT grafika, ami Bluebox technikával oldottunk meg, a grafikára gondoltuk, hogy rárakunk valami önreklámot, ilyen saját promót, hogy CVT, de akkor hogy jön oda, hogy CVT, tehát ne legyen az mégsem, hogy Kruger Team, hanem találjunk ki valamit a show-nak, tehát a tévésónak, amit a Beleznay ad elő, találjunk ki egy nevet. És akkor először gondolkoztunk, majd aztán Zolival ültünk a számítógép előtt, és gondolkoztunk, hogy mi legyen, és egyszer csak így mondtam, hogy legyen akkor Círmos Walter. Mert végül is CV, és akkor tévésója, az meg CVT, és ez egyből jó ötletnek bizonyult, és aztán Zoli hazament és megcsinálta a grafikát, nagyon ügyesen. Köszönöm, Tamás. Einstein és Shotgun természetesen éjjel törnek be a házba, és mivel éjjel van, ezért éjjeli hangulatot, fényeket kellett csinálni a házon belül, holott egész nap forgattunk, tehát világos napsütésben is forgattunk, ezért kintről fekete fóliával letakartuk az ablakokat, hogy abszolút ne szűrődjön meg semmi a napfény, és ezt követően felvettük úgy a jelenteket, hogy rendesen műfénnyel világítva. Ezzel idézve elő az éjszakai hatást. De meg kellett oldanunk azt, mivel a rendőrség nem volt hajlandó kijönni a forgatásra, hogy beálljon néhány rendőrautóval a mi kedvünkért, fél órás időtartamra lett volna szükség, de azt mondták, hogy ezt nem szeretnék. Így meg kellett oldanunk, gondolkoznunk kellett abban, hogy majd valami utómunkával oda teszünk. Sőt, először még nem is volt szóba az utómunka, hanem csak azt, hogy akkor azt illusztráljuk, hogy a rendőrség körbevette a házat, és ilyen színes diszkófényekkel elkezdtünk villogni, kék-piros fényekkel, ami csak ilyen jelzésértékűleg volt ott az ablakon beszűrődve, hogy na ott villog a fény. Természetesen azokat a jeleneteket, amik kint játszódnak a ház előtt, ezeket éjjel vettük föl. És megvilágítottuk a szereplőket reflektorokkal, színes villogó, mint a rendőrautó fényekkel, és szerintem teljesen hihető lett az, hogy ott kint óriási kavalkádon és rendőrhegyek, és körbevették a házat. És a vágás során derült az ki, hogy meg tudjuk oldani egy ügyes grafikus segítségével azt, hogy rendőrautókat teszünk a ház elé utólag, mivel felvettünk a házról egy külső totálképet messziről, éjszaka, és a srác elvállalt nagyon rendes volt, elvállalta, hogy megcsinálja, hogy helikopter menjen el a ház fölött, tehát rendőrségi helikopter villogva, és lent rendőrautók álljanak, amik mögött a készenlétben álló kommandós csoport is ott fegyverbe állt. Van egy jelenet a filmben, amiben azt a hatást kell elérnünk, hogy amatőr felvételnek tűnjön, ugyanis a túlszejtők a követeléseiket videóval rögzítették, és úgy gondoltam, hogy ezt olyan embernek kéne fölvenni, ezért nem én vettem, egy olyan embernek kéne fölvenni, aki még életében nem fogott kamerát a kezébe, hogy ilyen az egész ilyen home videónak tűnjön, tehát hogy felteszi a vállára, esetlenül homályosan rángatva egyik képről a másikra, egyik alakról a másikra kapkodja a kamerát, és így vegye föl. És ezt megkértem Hirt Gábort, tehát Shotgun-t, hogy ezt így
vegye fel ezt a jelenetet. Autós jelenetet mindig nehéz forgatni, mert olyan fontos, hogy mivel sok az árnyék, tehát kint hiába van jó napfény, az autón belül árnyékos, és deríteni kell, világítani kell. És ezért, mivel áramot nagyon nehéz odavinni az utcára, legalábbis számunkra, ezért derítő elnyővel próbálunk meg ezen segíteni. És ezt úgy oldjuk meg, hogy amikor az egyik szereplő beszél, addig a másik szereplő tartja neki az elnyőt, és fordítva. Valamint, mivel szűk a hely, ezért különböző olyan technikákat kell kitalálnunk, ami mondjuk dob a képi világon is, mert mondjuk tükörből vesszük fel a szereplőnek az arcát, ahogy beszél, meg jóval messzebb állunk a kocsitól, mint ami a kép. Tehát ha egy szűket is veszünk föl, legalább ilyen 8-10 méterre vagyunk a kocsitól, és ezzel egy nagyon szép ilyen úgymond defokuszos, tehát egy homályos hátteret érünk el, és jobban kiemeljük a szereplőnek a karakterét, a körvonalát. Szerencsés helyzetben voltunk, hogy az autónak, amiben az autós jeleneteket forgattuk, volt napfénytetője, mert így föl tudtam mászni a kocsi tetejére, és fölülről venni a jelenetet. Ez azért fontos, mert egyébként nem tudtam volna felmászni, hogy egy kabrió lett volna, de ez valóság. Ez volt ugye a kép, most jön a hang. A hang tulajdonképpen két részből áll. A zene és a hanghatások. Úgy gondoltam, hogy szeretnék egyfajta amerikai feelinget becsempészni a filmbe, ami a olcsó amerikai tucat filmeknek a hatásaiból ragadt rám. Rengeteg ilyen filmet néztünk ugye kiskorunkban, a Starsky's Hatch, meg a Kutyám Jerry Lee, meg a Anyám Kínja című filmeket. Ezt kivágjuk. A filmben az egész táv feltűnik, én is kaptam egy szerepet, ahol nem kell megszólalnom, ugye, mert tudjuk, hogy én kicsit hadarra beszélek és gyorsan beszélek, és kaptam egy jelenetet, amikor végig csak a képen vagyok, és azt mondom, hogy időnként, hogy aha. Nagyon nagy feladat volt az egyik jelenetben, amikor lövésre csapódnak be a falba, ami maga már grafika volt, maga a becsapódás is, ám ott külön mindenféle kis lyukat le kellett szinkronizálni a hangjával, tehát minden egyes kis lyukbecsapódáshoz külön hangot kellett rendelni, hogy az egész akad hatás legyen, hogy ott tényleg szétlőjük a falat. Ugye, mert ugye a maga a hanghatás és a grafika elhitette a nézővel azt, hogy tényleg szétlőnek valamit. Itt majd vágunk. Sokat beszélek, de majd kivágjuk a fél. Használtunk mikrofont is, bár nagyon rossz a hang, utóhangozni kell sokat, mert minden. Aztán utána hoztunk alá tücsökciliperés, hogy innen tök jó, mondtuk, hogy ezt... Szóval.